Köszöntöm a Trio TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2020. április 17-én pénteken 19 órakor mai műsorunk tartalmából. Fertőtlenítik a csepregi közterületeket, a tűzoltók dolgoznak hetente kétszer a vírushelyzetben. Hiányoztok gyerekek, kiplakátolták a büki óvoda kerítését az óvónénik. Segít munkavállalóinak a Nestlé a vírushelyzetben, rendkívüli támogatásokat ad a cég. Esély otthon program a lakhatásban segít jövőre a csepregi önkormányzat. Több lett a munkaképes korú csepregi, és kevesebb a kőszegi meg a büki, ez is látszik a friss munkaügyi adatokból. Elkészült az új öntözőrendszer a büki golfpályán, szigorú szabályok mellett sportolhatnak a klubtagok a vírushelyzetben. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Fertőtlenítik a csepregi közterületeket. Szerdán kezdték a munkát, és hetente kétszer végigjárják a várost a tűzoltók, amíg tart a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet. Természetesen a főtéren is dolgoztak már az első este a csepregi tűzoltók, akik mostantól a vírushelyzet végéig hetente kétszer permetezik fertőtlenítőszerrel a város köztereit. Hallgattak a felhívásra a csepregiek, üres tereken, utcákon dolgozhattak a tűzoltók. Nagyon szépen köszönjük, hogy megfogadják a tanácsot, és mint látszik, üres a város, tehát nem mozog senki sem. Nagyban megkönnyíti a munkánkat, hisz mai nappal elkezdtük Csepregváros köztereinek, intézmények előtti részeinek a fertőtlenítését. Ez a Hipopor Kft. Által gyártott Hipopor nevű szerrel végezzük. Heti rendszerességgel fogjuk ezt megismételni, heti két alkalommal, terveink szerint hétfőn és péntekenként, hogyha az idő engedi. Most a húsvét miatt és a szél miatt megcsúsztunk egy picit, tehát mai nappal kezdtük, és szombaton ismételjük megint meg. És jelen pillanatban négyen vagyunk, ugye három permetező ember és én, aki egyrészt vezetek, másrészt meg töltögetem fel a kiürült eszközöket. Beosztottuk magunk között, tehát szombatra is van már ember, és minden alkalomra megvan a megfelelő tűzoltó létszám ahhoz, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni itt a városban. Kerékpártárolókra, lépcsőkre, gyakorlatilag mindenhová jutott a vegyszerből, amely speciális szer, a használt higításban csak a baktériumokra és a vírusokra veszélyes. Ez egy általános vírus és bakteriális ölő, amúgy mint a háztartásban használatos hipó, amit ugye napi szinten használnak otthon a házigazdák, illetve a tulajdonosok. Ez egy picikét másabb jellegű, ezt kimondottan most a koronavírus fertőzés ellen picit tovább fejlesztették. Amúgy 2002 óta forgalmaz ez a Kft. Ilyen különböző szereket, ez különböző terekre, illetve beltérre is fertőtlenítésre alkalmas eszközöket, és ezt a szert használjuk most mi is, Csepregváros megrendelte. Amúgy ezt használják az országban nagyon sokan, hisz leinformálottunk tűzoltó kollégáktól, lépcelaktól, egészen mindenfelé, ahol már folynak ezek a munkálatok. Ezt használják, és ez egy nagyon jól bevált szer. Emberi szervezetet teljesen ártalmatlan, ha csak valaki föl nem nyaldossa most éppen innen, de viccet féltéve, tehát teljesen ártalmatlan. Otthon is akár mosásra, fertőtlenítésre lehet használni, háztartáson belül bizonyos százalékos oldattal, mondjuk egy literbe, egy műanyag flakon kupaknyi szerrel lehet a butorokat, fürdőszobát, székeket, bármit fertőtleníteni. Itt ezt egy picit erősebb töménységgel használjuk, de olyan határok között, amit a gyár előírása gyára javasolt, úgyhogy senkinek nem lesz semmi baja, nem is érezni, amúgy meg hipó. Tehát, hogyha a töménységében az ember beleszagol, akkor hipószagot érez, itt senki nem fogja holnap érezni, és nyugodtan tudnak közlekedni, és se növény semmit nem fog bántani. Ne vessenek, mozogjanak, alkossanak, erre kérik a büki óvodásokat az óvónénik. Személyes találkozás híján a kerítésre plakátoltak, így üzennek a családoknak. Hatalmas, színes betűkből olvasható üzenet a büki csodaország óvoda kerítésén. Ez is mutatja, hogy az óvónénik kreatívan töltik a kényszerszünetet.
A célunk az volt vele, hogy mindenkinek, országvilágnak megmutassuk, hogy nekünk a Csodaország óvodában és bölcsődében nagyon hiányoznak a gyerekek, hiszen már március 20-a óta üres az óvodánk, nincsen benne gyerekkaszaj, nincsenek futkározó gyerekeink, és ez minket is lelkileg azért megvisel, és azt szerettük volna ezzel kifejezni, hogy lássák, hogy nincsenek egyedül. Otthon pedig ezek a rövid kis üzenetek, ezek még majd gyarapodni fognak, hogy ne csak a járvánnyal foglalkozzunk, hanem közben nevessünk, közben alkossanak, készítsenek mindenféle kézműves dolgokat, fedezzék fel a virágot, nagyon fontos az óvodáskorban, hogy mozogjanak a gyerekek, és játszanak rengeteget, és használják ki az alkalmat, hogy most az anyukák, akik meg tudják tenni, azok anyukák, apukák, az egész család együtt lehet, és együtt tudnak játszani. Továbbképzésre, szakmai beszélgetésekre, tervezésre használják a gyerekek nélkül töltött időt az óvoda dolgozói, és igyekeznek segíteni a szülőknek. Van lehetőségünk arra, hogy saját magunk szakmailag fejlődjünk tovább, szakmailag tovább tudjunk fejlődni. Lehetőségünk van arra, hogy egymás között egy kicsit a nézeteinket, azt, hogy milyen elképzeléseink vannak a jövőben, azt most jobban kidolgozzunk. Projekteket, óvi kiállításokat terveztünk mi már meg együtt közösen a pedagógusi közösséggel, illetve, ami nagyon fontos, hogy a pedagógusaink folyamatosan kapcsolatban vannak a szülőkkel, beüzemeltük a honlapunkat, ami rögtön március 15-e óta, amióta a veszélyhelyzet fennáll, üzemel. Ott hétről hétre a szülőknek játéktevékenységeket javaslunk, mindenféle tevékenységi körbe, rajzolásokat, meséket, internetes oldalakra irányítjuk őket, amik az életkoruknak megfelelőek a gyerekek számára, hogy a gyerekek fejlesztésébe tudjuk egy kicsit segíteni a szülőket. A Dajka nénieink, ők pedig a pedagógiai munkát segítő feladatokat végeznek most jelenleg, tehát készítenek az óvónéniknek olyan eszközöket, amiket a munkájuk során tudnak majd használni. Megláthatják majd a gyerekek, amikor visszajönnek, hogy a Dajka nénik milyen gyönyörű dekorációkat készítettek már nekünk az óvodába, illetve most például a mai napon a kiskertünket tervezzük, mert meglepetésként szeretnénk a gyerekekkel, hogyha már visszajönnek, egy saját kiskertet, ahol epret, retket, salátát fogunk együtt nevelgetni. Már készülnek az új nevelési évre a Csodaország óvodában, addig pedig a rendhagyó mindennapokról az OVI internetes oldalán tájékoztatják a szülőket. Bérkiegészítést ad a Nestlé Hungária a dolgozóinak, a járvány miatti veszélyhelyzet okán segítik a munkavállalókat. Folyik a termelés a Nestlé magyarországi gyáraiban, Bükkön is a vírushelyzetben. A rendkívüli körülmények miatt több intézkedéssel segíti dolgozóit az élelmiszeripari cég. Közleményük szerint átlagosan 10%-os bérkiegészítést ad a Nestlé Hungária a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzetben, a termelésben és az ellátási láncban dolgozó munkatársainak. Azok a Nestlé munkavállalók, akik a veszélyhelyzet miatt nem tudják ellátni a feladatukat, és más munkát sem tudnak végezni, ők is megkapják alapbérüket június 30-áig. A rendkívüli helyzet miatt döntöttek vállalati kölcsönmoratóriumról is, nem kell törleszteni december 31-éig. Napi egyszeri ingyenes étkezési lehetőséget kapnak a termelésben dolgozók, ez is része az intézkedéseknek. A cég arról is döntött, hogy amennyiben valamelyik dolgozója a szigorú higiéniai előírások betartása ellenére megfertőződik a koronavírussal, ugye Nestlé megtéríti a betegség ideje alatti táppénz és az alapbér közötti különbséget, valamint fedezi a társadalombiztosítás által nem támogatott teljes gyógyszerköltségeket. Pénzügyi támogatásra pályázhattak fiatalok az Esély Otthon program ezen szakasza zárult a napokban Csepregen. Jövőre a támogatás egy újabb eleme lesz aktuális, a lakhatásban segítenek. Jövő év közepe nagyjából, hiszen két éves etapokra lehet majd az esély otthonokat is igénybe venni. Jelen pillanatban is ugye három esély otthonunk van, és ezeknek a felülvizsgálata jövő évben majd megtörténik. Tehát onnantól fogva majd három megüresedett, a mai kornak teljes mértékben megfelelő önkormányzati lakás fog kiírásra kerülni, aminél azt kell tudni, hogy ott viszont csak a rezsiköltség fogja terhelni a fiatalokat,
semmilyen más kiadást, tehát kvázi bérleti díjat nem fogunk szedni ezekért a lakásokért. Tehát ez is egy nagyon-nagyon jó segítség, pláne akkor, amikor a piaci alapokat tulajdonképpen már sokszor nem is lehet mihez igazítani, hiszen egy átlagos albérlet 100 000 forinttól kezdődik, tehát ez is egy nagy segítség tud lenni, pláne akkor, ha ugye 2 éves időtartamot tekintünk, ami nem kevés pénz egy fiatal életében. Több lett a munkanélküli vételkörzetünk mind 3 városában, és az is látszik a friss számsorokban, hogy Csepregen nőtt, Kőszegen és Bükön pedig csökkent a munkaképes korú lakosok száma. Bükön 69 regisztrált munkanélkülit tart nyilván a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, egyel többet, mint egy hónappal korábban. Csepregen is több a munkakereső, a január végi 63 után 71. Kőszegen 5-tel többen vannak regisztrált álláskeresők, ott 222-ről 227-re nőtt a számuk. Az idei második összegzésből pedig a munkaképes korú helyiek számának változása is látszik. Csepregen több lett az aktív korú. Január végén és tavaly még 2213, tavaszra már 2217 munkaképes korú csepregivel számol a foglalkoztatási szolgálat. Bükön 2409-ről 2388-ra csökkent a munkaképes korú helyiek száma az NFS szerint. Kőszegen 7776-ról 7742-re. Az elérhető legfrissebb munkanélküliségi összegzés szerint vételkörzetünkben 2 településen nincs egy regisztrált álláskereső sem, Iklamberényben és Répceszentgyörgyön. Már csaknem egy hónapja bezárt a Büki golfpálya és a hotel is. Felújítási munkákra használják ki a járványhelyzet miatti kényszerszünetet, de a társasági érintkezés szabályainak betartásával vannak sportolók a pályán. A dolgozók és a vendégek egészsége a legfontosabb a Büki golfpályán is. Egyértelmű volt, hogy bezárt a kapuit a létesítmény a vírushelyzetben. A március 23-ával a golfpálya és a szálloda bezárt. Igazából ez a döntés egy attól függetlenül, hogy egy egyértelmű döntés volt, nehéz volt meghozni, főleg úgy, hogy tényleg foglaltság tekintetében és látogatottság számot, amit vártunk, tehát nagyon pozitívak voltak az előrejelzések, de ebben a helyzetben fontosabb a társadalmi szerepvállalás, a felelősségvállalás, egyáltalán az, hogy miként lépünk ebben a helyzetben, úgymond szintérre, illetve álljuk meg a helyünket ebben a helyzetben. Ennek tükrében viszont ugye nem volt kérdés az, hogy tehát amint lehet, az állási folyamatot elindítottuk, szálloda és a golfpálya tekintetében egyaránt, viszont arra ügyeltünk és ügyelünk is, hogy azokat a folyamatokat, amik viszont elkerülhetetlenek és meg kell, hogy tegyük, azokat megtesszük. A tervezett felújítási munkákra használják ki a járványhelyzet miatti kényszerszünetet, amint egy 100 hektáros golfpályán és a hotelben. Jelen pillanatban felújítási tervezés van, ami már igazából elkezdődött egy korábbi időszakban, csak ugye most ért abba a fázisba, hogy ez kivitelezése is tud kerülni. Tehát szállodai fronton most ez éppen az aktuális. A golfpálya tekintetében pedig az öntözőrendszer teljes felújítása, illetve a vadonatúj öntözőrendszernek a teljes kiépítése megtörtént. A napokban várható az átadás, az új szivattyú, az új szivattyúkkal szintén már a helyszínen van, és várja azt, hogy minél hamarabb munkába tudjon állni szintén, hogy az öntözés miatt. Illetve a greeneknek a felújítása is elkezdődik, tehát muszáj lépést tartanunk a természettel, és valahogy egyensúlyt tartani ezzel az állapottal mindenféleképp. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert azért mi 100 hektáron kell, hogy a munkánkat végezzük, így azért a munkásaink és a dolgozóink, a greenkeeperjeink azért 100 hektáron úgy tudnak dolgozni, hogy nem érintkeznek igazából egymással, tehát mindenki önálló munkavégzéssel tudja tenni a dolgát. A klubtagoknak van lehetősége a sportolásra a járványhelyzet miatti korlátozások közepette is.
Klubtagokat fogadunk, illetve klubtagokat regisztrálunk, őket egy rendszerben tartjuk, amit a Magyar Golf Szövetséggel közösen végzünk, és igen, vannak klubtagjaink, akik kérték azt, és mi szívesen segítettünk nekik ebben, hogy fel tudjunk állítani egy olyan rendszert, amiben ők is tudnak továbbiakban úgy sportolni, hogy ez a meghatározott keretek és megszabott keretek közt maradjon mindenféleképp, és ne okozzunk ezzel sérülést és semmiféle problémát. Így egy előzetes regisztrációt hirdettünk, ami azt jelenti, hogy tájékoztattuk a klubtagokat arról, hogy igény esetén lehetőség van arra, hogy egy előzetes regisztráció során ők egy előre egyeztetett időpontban tudják használni a pályát, tehát tudnak golfozni, és ez nagyon jól működik. Az első két héten vagyunk éppen túl, úgyhogy mindig telefonálnak, felhívnak, és akkor be tudom őket úgy osztani, hogy tehát nem is találkoznak ők sem egymással. Max két fő megy egy flightba, és akkor én óra, fél óra vagy másfél óra különbséggel indulnak, úgyhogy igazából ők is a 100 hektáron, tehát nem azt mondom, hogy elvesznek, de igazából tehát nem zavarják egymást semmi játékban, illetve ugye betartjuk azokat az előírásokat, amit most mindenképp fontos és kötelező. Közéleti magazinunkat látták, munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket. Új közéleti magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak a Trio TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/Trio TV Dunántúl címen. Viszontlátásra!